paksi szülésznőgyógyász hosszú évtizedeken át segítette világra a gyermekeket, és látta el a nőket magas színvonalon. Az állami kitüntetést március 15-én kapta meg a paksi szülészeti ellátás fejlesztésében vállalt jelentős szerepe miatt, de ekkor a járvány még nem tette lehetővé, hogy ünnepi keretek között átadják neki állami kitüntetését. Áder János köztársasági elnök nevében Süli János miniszter adta át a Paks 2-es beruházás vezetőségével és Paks polgármesterével Szabó Péterrel. Március 15-én még a járvány nem tette lehetővé ezt a kitüntetést, ami kiérdemelte hosszú megfontolt munkától, és ugye mint példaként is állítható, hogy a város polgárai előtt, de a magyar egészségügy dolgozók elé, és akik most kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a Covid-járvány felszámolásában, innen is köszönjük nekik a munkát. A kormány március 15-én a magyar arany érdemkereszt kitüntetésbe részesít, fogad tőlünk megtisztelte. Mi hálával szeretnék köszönetet mondani ezért az óriási megtiszteltetésért, ami engem ismételten ért. Mikor 90 éves születésnapom volt, akkor megkértek, hogy Sanyi, mondd már meg, mi a hosszú élet titka? Erre én azt mondtam, a hosszú élet titka a boldogság. Nekem aztán sok hosszú évtizeden keresztül nem igen volt boldogságom, mert akkor nagyon rossz származásom miatt sokszor támadtak, és sokszor inkább rosszat akartak nekem az akkori vezetőség, de szerencsére a mostani vezetőség mindenben támogat, és minden jót megad. Én most köszönetet szeretnék mondani, és azt szeretném kérni, hogy nektek is legalább, illetve önöknek is legalább olyan hosszú és boldog életük legyen, mint nekem.